Komárom és vonzás körzetének belgyógyászati, sebészeti, nőgyógyászati és gyermekgyógyászati aktív fekvőbeteg ellátása tavaly július 1-től a Selye János kórház struktúraváltásával átcsoportosult, és a megyei kórház feladatai közé került. A markáns szerkezet átalakítási folyamat elmúlt 7 hónapja részben az engedélyezési eljárásokkal telt. Az utolsó finanszírozási szerződés módosításnál tartunk. Ez azt jelenti, hogy az új szakma struktúra reményeink szerint és az ezzel kapcsolatos finanszírozási rendszer is reményeink szerint február 1-től már teljes egészében működni fog. Ebben nagyon sokféle átalakulás van, ugye részben a fekvőbeteg ellátás átalakulása, nappali kórház, egynapos sebészet, reumatológia, krónikus belgyógyászat, ápolási osztály és a járóbeteg struktúra, rendelőintézés struktúrának a fejlesztése. A feladatok finanszírozásában is gyökeres változások történtek. A régi struktúrában, tehát a régi aktív ellátó struktúrában, szülészetnőgyógyászat, sebészet, aktív gyerekgyógyászat, aktív belgyógyászat, nem volt finanszírozható a kórház az önkormányzatnak a rendszeres havi segítsége, jelentős segítsége nélkül. Nyilvánvaló az is, hogy az átalakulásnak a folyamatában azzal, hogy az önkormányzat, tehát nem önkormányzati kórház vagyunk már, hanem állami kezelésbe kerültünk, az önkormányzatnak a finanszírozásból történő kivonulásával egy adósságállomány halmozódott fönn a kórházunkban, és ezzel kapcsolatban kaptunk most gyakorlatilag karácsony előtt, illetve a két ünnep között egy úgynevezett kasszasöprésből, egy egészségbiztosítási kasszának a maradványának a szétosztásából egy jelentősebb támogatást. Ez egy 65 millió forintos támogatás volt, ami nagyon-nagyon jókor jött, és nagyon nagy segítségünkre volt. A tavaszi időszakra már rentábilis, stabil anyagi helyzetre számítanak a kiforrott új szakmai struktúrával. Kaptunk egy 28 milliós műszerfejlesztési lehetőséget szintén a központi kormányzattól, és ebből elsősorban az új szakmastruktúrát fejlesztettük. Reumatológia, balneoterápia, fizioterápiás eszközöket, szénsavkádat, négyrekeszes galvánt, stb. Fejlesztése történt meg. Egynapos sebészeti eszközöket is, gasztroenterológiai, tehát gyomortükör, vastagbéltükör, teljesen új eszközöket kapunk. Részben ma már meg is érkezik ebből egy-két dolog, illetve egy nagyon markáns informatikai fejlesztés fog történni a kórháznál február-március hónapban. Kiírták azt a struktúra átalakítást finanszírozó pályázatot is, melynek részvételi feltételeinek másik 35 kórház mellett a Selye János kórház is megfelel. 36 kórház pályázhat, és 35 milliárd forint van ebben a pályázati kasszában, ezért mi úgy tervezzük, hogy egy ilyen 900 millió, 1 milliárdos pályázati anyagot fogunk összeállítani, amit indokolni is tudunk, tehát amire szükségünk is lenne, éppen azért, mert itt építészeti kérdésekről is szó van, nem csak műszerfejlesztésben gondolkodunk. Remélem, hogy jó pályázatot fogunk tudni írni, és reméljük, hogy megkapjuk a központi támogatást is hozzá majd.